most akkor folytatjuk tovább a Szent Háromság Istennek tanítást az Istenről, Istenről szóló tanítást. Most a Fiú Istent fogunk tanulmányozni, a Krisztus istenségéről, és ezzel kapcsolatos kijelentésekről. Először nézzük a fiúnak az eredetét. Voltak igék, amiket megnéztünk múlt héten is az eredetről, de voltak, amit nem. Egyet-egyet nézzünk meg. Róma 1.20, az első ige. Tehát a fiú az atya egyszülöttje. Azt mondja, mert ami az Istenben láthatatlan, ugye a Róma 1.20, tudnélik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva, az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik, úgyhogy ők menthetetlenek. Tehát, ami láthatatlan az Istenben, az örökké való hatalma és istensége, igazából a fiú, ugye azt néztük, hogy a láthatatlan Istennek, hogy amikor megnéztük a képmást a múlt héten, a zsidókhoz írt levélben, akkor látjuk, hogy a láthatatlan Istennek a látható megnyilvánulása. Pont erről szól a Róma 1.20 is, hogy ami látható az Isten, láthatatlan az Istenben, az Krisztusban benne van úgy, hogy amikor testet öltött a Krisztus, akkor láthatóvá vált, és kijelenti a számunkra, és ezért van az sok minden, hogy ugye a természetből sok mindent nem tudsz meg Istennel kapcsolatba, de a testben megjelent Isten viszont kijelenti azokat a dolgokat, amiket például a természet nem tud nekünk kijelenteni. És ezért megmutatja a számunkra Istent. Ugye pont ezért van az a János 1.1-ben is, amikor ugye mondjuk, hogy kezdetben, vagy mondja az ige, hogy kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt, minden ő általa lett, nála nélkül semmi sem lett. Tehát az ige, az a logosz, ugye a logosz az pedig nem csak maga az Isten, hanem Istennek az eszköze is, az Isten és az ember között. A láthatatlan és a látható között a logosz az, ami kapcsolatot hoz létre. A fiú megtestesülés előtt logosz volt, tehát logoszként volt, igeként volt, a megtestesülés után az élő ige, tehát a testben megjelent ige, ez a történel, tehát a történeti Jézus, tehát a történelmi Jézusról beszélünk, a testben megjelent igével kapcsolatban. Ugye a görögöknél a logosz az egy központi fogalom volt, a filozófiában használták, szó, dolog, gondolat, jelent, tehát ilyeneket jelentett, tehát dolgot is jelent a logosz. És az ige testé lett és lakozott mi közöttünk, ugye, és láttuk az ő egyszülöttjének dicsőségét, mondja János az 1.14-ben, az evangéliumnak az 1.14-ben, és azt mondja ugye, hogy a monogenésze Istennek, tehát az egyszülöttje, ilyen nincs, így nincs ilyen más, ő az egyetlen, mono, egyetlen, nincs más ilyen szülöttje Istennek, aki így egy az Istennel. Az 1 János 1.1.2-ben is ugye van szó, de ugye múlt héten a monogenészről úgy beszéltünk, hogy a példabeszéd 8 alapján, most nem fogok ebbe belemenni. Ugye az 1 János 1.1.2-ben, ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, látod, ami kezdettől fogva volt. Mi volt kezdettől fogva? Kezdetben volt az ige. És honnan érte, hogy kezdettől fogva? 1 Mózes 1. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Tehát már kezdettől fogva volt. Azt mondja János, mi arról beszélünk. Azt mondja,
amit hallottunk, ugye, mert az ige, azt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, tehát itt már a testben megjelent ige, amit szemléltünk, tehát ők azt mondja, hogy nem csak nézték, hanem szemlélték a fiút. Ők látták, tehát nem egy gnosztikus valami, érted? Tehát, hogy egy ilyen szellemként jelent meg Isten, hanem szemlélték, látták, tapintották, azt mondja, a kezeinkkel illettünk, az élet igéje, tehát ez az életnek az igéje. Maga az élet megjelentés, láttuk, és tanúbizonságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az atyánál volt, van, és megjelent nekünk. Tehát maga az élet jelent meg a testben megjelent názáreti Jézus. Tehát a testben levő, testben megjelent Krisztusban. Gondolom, maga az élet. Olyan nem lehetett, hogy nem gyógyul meg valaki. Mert maga az élet jelent meg. Az igazi élet, a valódi élet jelent meg 2000 évvel ezelőtt emberi halandó testben. Tehát, ugye azt mondtuk, hogy Istennek nincs kezdete, a Krisztusnak van kezdete. Isten létezésének az oka önmaga, Jézus létezésének az oka az atyában van. De az atya adott életet, hogy önmagában a fiú is birtokolja az életet, és élete legyen. Jó, beszéltünk a zsidó 1-3-ról, abban nem fogok belemenni, meg a fiú az atyának a képe, arról is beszéltünk. Igen, a példabeszéd 8-ról is beszéltünk. Na most nézzük. Tehát Jézus Krisztus istenségét nézzük, hogy miért Jézus, miért mondjuk azt, hogy Jézus Krisztus Isten. Az első, azt, tehát több ilyen fogalmat fogunk megnézni, de az első, azért mondjuk, hogy Jézus Isten, mert az ige ezt tanítja róla. Tehát ez az első. Filippi 2:6. Nézd meg, mit mond. Azt mondja Pál a Szent Szellem által, azt írja le, aki mikor Istennek formájában volt, tehát ki? A názáreti Jézus. Azt mondja, aki, amikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Hát akkor ő az Istennel egyenlő. Tehát őróla azt mondja az ige, hogy Istennel egyenlő. Tehát az ige vala az Isten. Tehát, hogy ő Isten. És ezért ugye azzal a dicsőséggel rendelkezett, ami Istennél, ami Isten magát Istennek a dicsőségével. És ebből üresítette ki magát a Krisztus. Tehát megtestesülése előtt már Istennel volt egyenlő, megtestesülésekor pedig kiüresítette magát abból a dicsőségből, amivel rendelkezett. És emlékeztek, ezt kéri vissza Jézus a János 17-ben, amikor ugye elmondja az úgynevezett főpapi imáját, és azt mondja az atyának a János 17-ben, hogy azzal a dicsőséggel, mindjárt mondom nektek, azt mondja, hogy atyám, akiket nekem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek, hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem a világ alapjának felvettetése előtt. Tehát már akkor az atya szerette a fiút, amikor még nem is létezett a világ, és még alapot se tett le Isten, hogy arra ráépítse magát az egész univerzumot és az egész világot. De itt van egy olyan, hogy azzal a dicsőséggel, és én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, őnekik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Most gondold el, hogy az atya a világ teremtése előtt már szerette a fiút, és dicsőséget adott neki,
és azt a dicsőséget, amivel a fiú rendelkezett, ebből kiüresítette magát, és ebbe ment vissza a feltámadás után. Ezért mondta, hogy tudta, hogy honnan jön és hová megy, ugye ez az úrvacsora akkor, amikor János evangéliuma ír erről. És utána azt mondja, hogy az a dicsőség, amivel ő rendelkezett, azok is, akik szeretik őt, az a dicsőség nyilvánuljon meg abba a közösségbe, akik ott maradnak majd a földön. Gondold el, ez azt jelenti, hogy ugye a dicsőség működését, hogyha megnézzük, akkor ez nagyon megmutatkozik Lázárnál, a dicsőségnek a működése, mert azt mondta, mindjárt mondom nektek, Lázár feltámasztásakor, hogy maga Jézus azt mondja, amikor imádkozott, hogy Mártával beszél, ugye a 40. verszakban azt mondja Jézus Mártának, nem mondtam neked, hogyha hiszel, meglátod majd az Istennek dicsőségét? Elvették azért onnan a követ, ahol meghalt feküdt, Jézus pedig felemelte a szemeit az égre, és ezt mondta, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem. Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz, csak a körülálló sokasságért mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. És mikor ezeket mondta, fennszóval kiáltott, Lázár, jöjj ki! És kijött a meghalt, lábain, kezein kötelékekkel megkötözve, orcája kendővel volt leborítva. Mondta nekik, oldozzátok őt, és hagyjátok menni. Sokan hittek azért ő benne, azok a zsidók közül, akik Máriához mentek. Miről van itt szó? Azt mondja, látod az Isten dicsőségét. Tehát az Isten dicsősége, ugye nem úgy képzeld el, hogy ilyen nagy fényesség, és semmit nem lehetett látni az egészből, mert valahol egy szellemvilágban valami fényesség van. Hanem azt mondta Mártának, Márta, ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Mi volt az Isten dicsősége? Hogy mutatkozott meg? Hogy kijött Lázár a sírból. Ez az Isten dicsősége tette. Mert azt mondta Jézus, hogy meglátod az Isten dicsőségét, ha hiszel. Tehát a dicsőség az látható. És gondold el, hogy ilyen az egyháznak, amikor azt mondta Jézus a főpapi imájába, hogy azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, ő nekik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Tehát minket a dicsőség az, ami egységben tart. Tehát mi nem pszichikai egységet, tehát az egyház az nem egy pszichikai egység, hogy mindenbe egyet értünk, és ha nem fogadod ezt így el, akkor nem tudunk egyek lenni, hanem minket a dicsőség hoz egybe, és a dicsőség adja meg az egységet nekünk. És azt mondja, hogy én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek. Tehát a dicsőség ráhelyezi az egyházra Isten a dicsőségét, és a dicsőség egyé vonja az egyháznak a tagjait. És azt mondja, hogy és megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiképpen engem szerettél. Tehát a világ csak ezután fogja megismerni azt, hogy a názáreti Jézus Istennek a szeretetének a kinyilvánítása az emberiség felé, és ezt a külvilág így ismeri meg. Tehát hogy ismeri meg? Az, hogy először a dicsőség rajta van az egyházon, az egyházat a dicsőség egységbe hozza, és az egységben, tehát hogyha a keresztények egységben vannak, akkor ebben az egységben viszont meg fog látszani a külvilág felé az, hogy mi Krisztus követői vagyunk, és fognak hinni nekünk az emberek. De ahhoz, hogy a dicsőség így megnyilvánuljon, ugye azt mondja, hogy mindnyájan egyek legyenek, mint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Tehát az egység nélkül nem fogja elhinni a világ, hogy Jézus Krisztust az Atya küldte. De ahhoz, hogy elhiggye a világ, az dicsőség kell, hogy legyen közöttünk. Honnan tudjuk, hogy dicsőség van közöttünk?
Hát azt mondta Jézus, ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét. Tehát honnan tudjuk, hogy dicsőség van az egyházon? Az, hogy zajlanak dolgok, történnek dolgok. Tehát zajlik, érted? Jelek, csodák. Ez a dicsőségnek a megnyilvánulása. De várj, de akkor hogy lesz jelek és csodák? Hát a Márk evangéliuma, ugye ő azt mondja, a Márk úgy fejezi be, hogy az Úr azért, minek utána szólt nekik, felvitették a mennybe, és ült az Isten jobbjára. Azok pedig kimenvén prédikáltak mindenütt, az Úr együtt munkálkodván velük, megerősítvén az igét a jelek által, amelyek követték. Tehát figyelj, az igét jelek követik. Tehát lehet, tehát sokan tudnak igét hirdetni, de nem mindenkivel működik együtt az Úr. Értitek a különbséget? Itt nem az a lényeg, hogy az a lényeg, hogy az ige legyen hirdetve. Nem. Mert a dicsőség ettől nem fogja, tehát érted, nem fog rászállni az egyházra a dicsőség. Nem lesznek egyé. Onnan is lehet tudni, hogy van-e dicsőség az egyházba, vagy a gyülekezetbe, hogy tudnak egyek lenni a testvérek. És innen lehet tudni, hogy mondjuk egy gyülekezetbe, ha mindenki százfele szóródik, akkor nincs ott a dicsőség. Hiába van ige hirdetés, de nincs ott a dicsőség. Mert nem tudnak egyek lenni. Hát mi is, érted? Tehát mindenki fel, ugye erre szokták mondani az Izraellel kapcsolatban, vagy a zsidókkal kapcsolatban, hogy ugye két zsidó három felé. És az, hogy azok tényleg Isten küldte azokat az embereket, akik például az Ószövetségbe megfújták a kürtöt, és összejön több tízezer zsidó ember. Hát ott tényleg az kellett, hogy az Isten embere legyen. Ott tényleg valamit Isten munkálkodott, hogy azok az embereket összevezesse Isten. Különben soha az életben nem jöttek volna egybe. Bárki megfújta volna a kürtöt, tehát hogyha nem Isten küldte, hát nézzétek meg, még Mózes se nagyon fogadták el. Direkt beépített Isten neki három olyan jelet, hogy megmutassa Izrael véneinek, hogy higgyenek. Hát bárki odajön, és azt mondja, hát gyertek utánam. És akkor bevezeti a málnásba az embereket. Mert most ő a vezető, azért bárki, gyertek utánam. Hát ezek nem hittek. Tehát nem lehetett csak úgy, érted? Tehát ilyen, hogy hívják, a hivatkozni, hogy hát most az, mert én vagyok a vezető, gyertek. Hát neked nem kell jönnöd azért, mert én vagyok a vezető. Akkor gyere, hogyha belül a Szent Szellem meggyőz téged, belül, hogy kövesd azt az embert. Különben, ha ezt nem csinálja meg a Szent Szellem, és ilyen nincs benned, akkor csak pszichikailag követsz embert. Az meg a vakvezet világtalan kategória. És amikor leszáll, mert látod, hogy azt mondja, hogy követi az igét az Úr, mi történik? Leszáll a dicsőség. Mi lesz ennek a következménye? Egyek az emberek. Kialakul az egység. Kialakul az egység, mi lesz utána a következmény? Hát az emberek, a kívülvalók elhiszik, hogy a Jézus Krisztus az Atya küldte. És megtérnek az emberek. És az egységben még többen lesznek. Így növekszik a gyülekezet egyébként. Tehát így fogunk mi is növekedni, és kimegyünk majd az utcára evangelizálni, és a többi is, de azért, mert az alap az az, hogy egység van. De ezt én nem tudom, én nem tudlak téged egységbe vezetni, tehát pszichikailag fölhívlak telefonon, gyere a gyülekezetbe. Ha egyszer-kétszer nem jössz, már hívva, hol vagy? Hát ez neked kell jönnöd, érted? Tehát, hogy ez nem emberi, tehát pszichikai hatásra kell összegyülekeznünk. Azt mondja az ige, akik egybe vezettetnek, ott vagyok közöttük. Emlékeztek, amikor Jézus ezt mondja? Ott nem csak annyi van, hogy ketten-hárman összejönnek, és én ott vagyok közöttük. És akkor szoktuk mondani, hogy 60, érted, itt vagyunk páran, és akkor itt van Jézus. De hogy van ott? Ha ő vezet egybe, akkor ott van. De ha pszichikailag
mi kezdjük el azt, hogy na gyertek, 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 most jön egy vendégszolgáló, mindenki jöjjön. Egybe vezet az Úr, vagy nem? Tehát nem a psziché vezet egybe, mert eredetileg azon összevezettetnek. Tehát az a Szent Szellemnek a munkája, hogy az ember érzi, hogy nekem ott a helyem. Amikor Isten népe egybegyül, ott a helyem, megyek. Akár áldozatokat is hozok, de megyek. Na, ez az egybevezetés. Erre mondjuk azt, hogy ott van az Úr. Erre mondta az, hogy ha ketten vagy hárman így vannak, akkor egybe vagyunk vezetve, és ott van az Úr. De ha nem vezetés alapján vagyunk egybe, hanem pszichikai dolgok alapján, ott nincs az Úr. Hát miért lenne ott? Csak az, meg ketten-hárman találkoznak, attól nem lesz ott az Úr. Tehát az egység. Tehát ahol meg ott van az Úr, ott meg egység. Akarnak az emberek. Ő maga mondja, hogy akarok oda menni. Ő maga mondja azt, hogy ott akarok lenni. El akarok oda menni. Nem az, hogy már megint Isten tiszteletre kell menni. Találjunk ki valami indokot. Nem baj, jön a tavasz, ki kell menni ásni a kertbe. Meg kell szedni. Később ugye ősszel, meg ezt kell csinálni, azt kell csinálni, csak kimagyarázom. De hát ez nem így van. Lehet magyarázni, de egybevezetés. Tehát, hogy ott van-e a vezetés arra, hogy menjek. Egy vágy, egy égő valami, hogy nekem ott a helyem. Vagy pedig az SMS meg a telefonhívás visz oda. Na, menjünk tovább. Második, Róma 9.5. Akiké az atyák? Itt ugye zsidó emberekről van szó, tehát Izrael nemzetéről van szó, hogy ugye a 9.5-ben felsorolja Pál, hogy milyen szellemi értékek, és milyen, ugye a negyedik verszakban kezdi el mondani, akik izraeliták, akiké a fiúság, a dicsőség, szövetségek, törvényadás, isteni tisztelet, ígéretek, ezek mind a zsidóságnak adattak. És ezért mi belekapcsolódtunk, tehát mi pogány keresztények, ezt tudnunk kell, hogy belekapcsolódunk a zsidóságba ilyen módon. És ezért mondja Pál később, a Róma levél végén ezért mondja azt, hogy például 27. verszakban, 15-27 például azt mondja, hogy tetszett Macedóniának és Akhájának, hogy a Jeruzsálembeli szentek szegényei részére némileg adakozzanak, mert tetszett nekik, és tartoznak is vele. Látod? Pogány keresztények tartoztak a zsidó keresztényeknek. És azt mondja, tartoztak vele, mert ha a pogányok azoknak szellemi javaiban részesültek, tartoznak nekik viszont szolgálni testiekben. Látod? Hogy mi a zsidóságnak a szellemi javaiból részesedünk, mi pogány keresztények. Csessogolja itt föl Pál, hogy akiké az atyák, akik közül való test szerint a Krisztus. Látod, hogy itt a testben megjelent Krisztusról van szó, akiről János is beszélt. És mit mond róla? Aki mindeneknek felette örökké áldandó Isten. Tehát megint azt mondja az ige, hogy a Krisztus Isten. Örökké áldandó Isten a Krisztus. 1 Timóteus 3.16. Nézd meg, mit mond itt is. Minden versengés nélkül nagy a kegyességnek ez a titka. Mi a titok? Figyelj, Isten megjelent testben. Isten megjelent testben. Ez a titok. Akkor Jézus Krisztus Istennek mondja az ige? Hát három bizonyság is van róla, hogy igen.
És ugye ne is beszéljünk az Ézsaiás 7:14-ről, amikor azt mondja, hogy egy gyermek fog szülni, tehát egy gyermek a szűz megfogan a méhében, szül fiat, és hogy nevezik? Immanuel. Mit jelent az Immanuel? Velünk az Isten. Tehát az a fiú az Isten. Nyilván kiüresedve, és tehát kiüresedve magát, és nyilván tehát alá volt rendelve, a dicsőségből kiüresedett, tehát őt meg lehetett volna ölni, támadni, ezért kellett tehát Józsefnek védelmébe venni, nem maradhattak ott Betlehembe, el kellett mennünk Egyiptomba, de Herodes meg akarta ölni, mert kiüresítette magát. És ugye Ézsaiás 9:6, mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz. Hívják a nevét. Hogy hívják a nevét? Tehát mi a neve neki? Azt mondja, ugye csodálatos, tanácsos, figyelj, erős Istennek. Tehát Isten az, aki a szűztől fog születni, és fiú lesz, és az a fiú nem csak Immanuelnek nevezik, hogy velünk az Isten, hanem ő erős Istennek is nevezi az ige. És ugye ott van örökké valóság atya, tehát gyakorlatilag az eredete visszanyúlik az egész örökké valóságba. Jó, második. Tehát ugye az az érv, hogy miért Isten Jézus. Tehát ha valaki meg fogja tőled kérdezni, miért Isten Jézus? Hát akkor nagyon egyszerűen el tudnak mondani, mert az ige ezt mondja róla. És akkor el tud mondani ezeket az igéket. De nézzük miért, még tovább. Azért nézzük meg az isteni neveit Jézusnak. Ugye most az egyik, kettő ilyen volt az Ézsaiás, tehát az utolsó két példa, ez a neve volt, ugye, hogy erős Isten, vagy velünk az Isten. Tehát ezt ide is lehet vonni. Illetve nézzük meg, hogy János 20:28, ugye megjelenik a tanítványoknak feltámadás után Jézus, és azt mondja János 20:28-ban, és nem volt ott Tamás. És 24, Tamás nem volt ott, ugye, mert ő is iker volt egyébként, az, amikor ott van, hogy kettősnek nevezik, az ikret jelent. Tehát, hogy ő több mint azt mondja, egy iker fiú párnak az egyik tagja volt a Tamás, aki tanítványa volt Jézusnak. És azt mondja itt, hogy 25, mondának azért neki a többi tanítvány, láttuk az Urat! Ő pedig mondta nekik, ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit. Milyen jól elmagyarázza, nem tudok, nagy örvendezve mondták, Tamás, láttuk az Urat! Meg így elkezdi magyarázni, hogy hát ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsájtom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsájtom az ő oldalába, már folyamatosan tudod, hogy ide teszem a kezem, oda teszem a kezem, ha ez nem történik meg, semmiképpen el nem hiszem. 8 nap múlva ismét benn voltak az ő tanítványai, Tamás is velük. No, az ajtó zárva volt, bement Jézus, és ugye ez biztos, hogy miért mondja így el? Azért, mert nem szellemi testről van szó, hanem olyan testről, ami valóságosan föltámadt, át tud menni a falon, de mégis tud enni. Azt mondja, figyelj, bement Jézus, és megállt középen, és mondta, békesség nektek. Tehát ez a test hangképző szervekkel is rendelkezik. Utána azt mondja Tamásnak, hozd ide a te ujjadat, nézd meg az én kezeimet. Tehát az ő fizikai kezeivel érintette Jézusnak a fizikai testét, és nem a levegőt, ilyen légüres térbe ment át a keze. És azt mondja, hozd ide a te kezedet, és bocsázz az én oldalamra, és ne legyél oldalamba,
és ne légy hitetlen, hanem hívő. És felel Tamás, és mondta neki, én Uram, én Istenem. Tehát Istennek nevezik. Tehát nem csak az ige nevezi Istennek, hanem Tamás is azt mondta, hogy Isten. És Jézus nem azt mondta, no, Tamás, ne esél túlzásokba. Nem ezt mondta, hanem azt mondta, igen, tehát elfogadta, hallgatás, beleegyezés, elfogadta. Isten, Urának és Istennek nevezte Jézust. És Jézus nem korrigálta a Tamást, hanem azt mondta, hogy ez így, hát nem mondott semmit, de ezzel mondom, nem korrigálta ki. Tehát az úgy van, azért nem korrigálta ki. Zsidó 1.8. Nézd meg, még ki mondja Istennek Jézust. Maga az Atya, aki pedig tudja, hogy mi az, hogy Isten. Azt mondja Zsidó 1.8. Ám de a fiúról így szól, ugye, mert a hetedik versben az angyalokról szól, így. Egyébként a hatodik versben is, amikor Isten szól az angyaloknak, azt mondja, hogy imádják őt az Isten minden angyalai. Tehát az angyaloknak azt mondta Isten, hogy boruljanak le és imádják a fiút. De viszont a fiúról, ugye a nyolcadik verszak, a te királyi széked, ó Isten, örökkön örökké. Tehát maga az Atya a fiút Istennek nevezi, és azt mondja neki, hogy a királyi széke öröktől örökké áll. Igen, ez a 45. Zsoltár 6. verszakában van benne. Ezt egyértelműen a fiúra, tehát Jézusra alkalmazza az új szövetség. Tehát az azt jelenti, hogy az Atya a fiúról, Jézusról mondta azt, hogy Isten. Jó, maga nézzük Jézust. Honnan, mit mond magáról? Ugye János 8:56-tól 59-ig. Mondának neki a zsidók, még 50 éves sem vagy, és Ábrahámot láttad? Mondta nekik Jézus. Bizony, mondom nektek, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Köveket ragadtak azért, hogy ráhaigálják. Jézus pedig elrejtőzött, és kiment a templomból, és átment közöttük, és ilyen módon eltávozott. János 8:56-tól 59. Egyébként ez egy nagyon érdekes itt a János 8:56, mert ha megfigyelitek, hogy Jézus mit mond, és mit mondanak itt a zsidók vele kapcsolatban, azt mondja, hogy 56-ban ugye azt mondja, Ábrahám a ti atyátok örvendezett, hogy meglátja az én napomat. Látta is, és örült. Tehát ez, majd fogok beszélni ugye most a jó pásztorral, vagyis a nagy pásztorral kapcsolatban, ugye a nevekkel, és ez ott lehetett annál a hegynél, a Moria hegyénhez, amikor elvitte Izsákot Ábrahám, és ott látta meg Ábrahám a Krisztusnak a napját, mert ott mutatta meg neki Isten azt a cserét, amit majd ő fog megtenni, hogy a bárányt, az Isten bárányát ő adja az emberekért. És azt mondja, itt egy érdekes, hogy ugye azt mondta, hogy Ábrahám látta az én napomat, és örvendezett, miközben őtől le azt kérdezik, hogy míg 50 esztendős nem vagy, és Ábrahámot láttad? Tehát ő nem azt mondta, hogy én láttam Ábrahámot, hanem azt mondta, hogy Ábrahám látta, és örvendezett, hogy meglátja az én napomat. Értitek? Ez két különböző. Tehát ilyen kis nyuarsznyi dolgok vannak. Tehát ezek érdekesek abból a szempontból is, hogy ott mondja előttük, és mégis mást mondanak. Tehát sokszor van az, hogy amikor koncepció van, ezért nem szabad, tehát egy előre gyártott koncepcióval, vagy koncepció alapján
hallgatni valakit, mert úgyis kihallod belőle azt, amit szeretnél. És az viszont nem azt mondta. Tehát látod, itt azt mondja, hogy Ábrahám örvendezett, hogy meglátja az én napomat, látta is. Tehát a Krisztusnak a napját látta Ábrahám, mert azt mondta, látta Ábrahám. És azt mondja, örült. Tehát ez az Úr napjáról van szó, amikor ítélettel jön vissza, hanem a megváltást látta ott a Mória hegyén. És ezért mondja, ugye, tehát ez a feltámadásnak a hite volt Ábrahám, hogy így ment oda Mória hegyéhez. De erről majd fogok beszélni. És azt mondja, hogy mit mondott Jézus? Vagyok. Én vagyok. Én vagyok. És mit csináltak erre a zsidók? Köveket ragadtak, hogy ráhaigálják. Miért? Mert ők tudták, hogy amit most mond, ezzel gyakorlatilag egyenlővé teszi magát Istennel. Tehát én vagyok. Ugye ez a Jahve név, amit kijelentett Mózesnek. Oké. A harmadik, ugye itt a vagyok névvel jelentette ezt, és ugye Isten így mutatkozott be, hogy én vagyok. Egyébként ezt máskor is megcsinálta Jézus, amikor Judás jött, és a tömeggel, ugye a katonákkal jöttek, és hogy elkapják, és kérdezik, hogy kit kerestek? A názáreti Jézust. Én vagyok. És abban a pillanatban innen lehet tudni, hogy ez ebbe több volt, mert utána azt olvasod, hogy abban a pillanatban hátratántorodtak az emberek, elkezdtek hátra hőkölni, és mindenki elesett. Tehát ott ő kimondta a nevét. És ott értették ezt. Tehát ő nem csak, hát én vagyok, aztán kész, hanem ott a neve Istennek ez. És fölszabadult, olyan erő szabadult fel, a Szent Szellemnek olyan ereje szabadult föl. Erre mondtam azt, hogyha ez folyamatosan ismétli Jézus, hanem fel se tudnak kelni. Egyre messzebbre kerülnek tőle a katonák, meg mindenki, mert csak ennyit kellett volna mindig mondania. Én vagyok. És mentek volna hátrébb. Oké, nézzük a következőt. Ugye a görögben az Úr kifejezést mind emberekre, mind magára, Istenre is használja az Új Szövetségben. Isten jelentés értelmébe utal Jézusra, tehát az Úr Jézusra. Például, ugye mert az Úr Jákfénak a nevének is használják az Ószövetségben, gyakran használják így is. Például az Abcsel 2.21. Emlékeztek, hogy lesz, hogy mindaz, aki az Úrnak a nevét segítségül hívja, megtartatik. Tehát kinek a nevét? Az Úrnak a nevét hívja segítségül. Ha megnézitek, ez az Abcsel 2, ugye ez azért érdekes, mert itt Jézus Krisztus, tehát a kegyelem, tehát itt Péter apostol a Joelt idézi, és a kegyelem korszakának a lezárásáról van szó. Sándor pásztor tanított erről, hogy ugye amikor elkezdi a pünkösdi beszédét Péter, akkor, és azt mondja, hogy nem részegek ezek, amint azt állítjátok, hanem ez az, amiről megmondatott Joel prófétától, és azt mondja, hogy lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én szellememből minden testre. Ott kezdődött el ez a korszak, ez az új korszak. Lezárodott a törvénynek a korszaka, és elindult a kegyelemnek a korszaka. És ez ezzel indult el a kegyelem korszaka, ez a korszaknak a kezdete, a kezdő kiindulása az, hogy kitöltötte Isten a szellemét, elkezdte minden testre kitölteni. Tehát ez nem a korszaknak a vége, hanem a kegyelem korszakának az eleje. Isten azt mondja, hogy éppen az én szolgálóimra és én szolgáló lányaimra is kitöltök azokban a napokban, szellememből prófétálnak, teszek csodákat az égben odafenn, jeleket a földön idelen, vért, tüzet, füstnek gőzölgését. És akkor
elkezdi befejezni, ami már itt van, ez meg már a korszaknak a befejezésével áll kapcsolatban, hogy teszek csodákat az égben odafenn, igen, a nap sötétségé változik, tehát a hold véré, tehát vérholdak fognak lenni, ez a korszaknak, ennek a kegyelem korszaknak a lezárásáról van itt szó, hogy, és ugye, hogyha megnézzük a Joel könyvét, most nem akarok odalapozni, de két külön helyen van ez a, tehát amit Péter itt két vagy több verszakot összeillesztett egymás utánra, az gyakorlatilag a Joelnél két különböző helyen van, és ez is mutatja azt, hogy Péter összesűrítette, hogy végül is azt mondta ezzel, hogy elindul egy új korszak, aminek az a kezdete, hogy kiárad Istennek a szelleme minden testre, és az a vége, hogy vérholdak lesznek, napfogyatkozások lesznek, tehát sötétségé változik a nap, és figyelj, mi lesz a vége. Minek előtte eljön az Úrnak a ma nagy és fényes napja, és lesz, hogy mindaz, aki az Úrnak a nevét segítségül hívja, megtartatik. Tehát, hogy nagyon sokan fogják, elkezdik segítségül hívni az Úrnak a nevét. És ugye ez alapján mondjuk azt, hogy a kegyelem korszak az úgy záródik majd be, hogy egy nagyon nagy ébredésbe fog, vagy egy ilyen nagy szellemi aratásba fog torkolni a Szent Szellemnek a korszaka, a kegyelem korszaka. Mert ugye ahhoz, hogy mert ide, hogyha hozzá kapcsolod a Róma levélnek, ugye Pál apostolnak a levelét, a 10. verszakot, fejezetet hozzá kapcsolod, akkor kiderül, hogy de hát mi módon hívják segítségül azt, akit nem ismernek. Akkor nyilván valakit el kell küldeni. Tehát, hogy lesznek emberek, akik beszélnek erről. De hogyan fognak beszélni, ha nem küldetnek? Tehát Isten nagyon sok embert fog használni, hogy az emberek segítségül hívják az Úrnak a nevét. És ezzel fog lezáródni ez a kegyelem korszaka. De látod, az Úrnak a nevét hívják segítségül. Tehát ő Úr, Jézus Krisztusnak a nevét fogják hívni segítségül. Mert Jézus azt jelenti, hogy szabadító. Máté 22:43-45 azt mondja, mondja neki, miképpen hívja tehát ő Dávid szellemben urának, ezt mondván, mondja az Úr az én uramnak. Tehát Dávid a fiát urának hívja. Ebben nagyon nagy tanítás van, megjelentés, hogy hívhatja urának azt, aki még meg se született. De már urának hívja. Ha tehát Dávid urának hívja őt, mi módon a fia? Tehát azért, mert az örökké valóságban ő Isten. Tehát innen is látszik, hogy itt nem sima úrról van szó, mint egy gazda, vagy egy munkaadó, vagy egy tulajdonos, hanem itt Istenről van szó. A Dávid fia az Isten, mert Dávid még a meg nem született fiát urának hívta. Apcsel 9:17. Elment azért Ananiás, és bement a házba, és kezeit rátette, mondta, Saul atyám fia, az Úr küldött engem. És itt nem egy sima emberről van szó, akire hivatkozik, hanem a föltámadott Jézusról, aki megjelent Saulnak is, de megjelent Ananiásnak is, és mondta neki, hogy menj oda, és imádkozz érte. Azt mondja, az Úr küldött engem, Jézus. Tehát az Úr Jézust Úrnak nevezik, és mondom, ez a fajta jelentéssel Istenre is hivatkoznak az új szövetségben. Oké, következő. Alfa és Omega jelenések könyve. Ugye az Alfa és az Omega a görög ABC-nek az első és az utolsó betűi. Jelenések 1:8. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Ezt mondja az Úr, aki van, aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. És ugye így tudjuk, hogy Jézus jelent meg. És tehát Jézus az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Ő az Úr, aki van,
aki volt és eljövendő, és mindenható. Tehát gyakorlatilag itt Isten jellemzőjével is bír, tehát látszik, hogy Isten. Ugye Jelenések 1.11-ben is azt mondja, én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó. Tehát ő mindennek a kezdete, és ő mindennek a vége. Ugye az alfa és az omega a kezdetet és a véget hangsúlyozza, az első és az utolsó, az meg azt hangsúlyozza, hogy mindig is volt, és mindig is lesz. Tehát ő az első, és ő az utolsó. Mindig is volt, még amikor senki nem volt, akkor is volt. Ő mindennek az elseje, első, ő az első. Ő akkor is volt, amikor nem volt se második, se harmadik, se semmi, de ő az utolsó. Tehát a mindennek a kezdete, mindennek a vége, és mindig is létezni fog. Más szavakkal, amióta Isten csak létezik, a Krisztus is létezik. Ha a Krisztus örökké létezett, az örökké való múltban, ez azt is jelenti, hogy Istennek is kell egyben lennie neki. Tehát örökkévaló léttel bír ő maga. Jó, ugye az ötödik elnevezése a Krisztusnak az ige. Ezt nem, ugye János 1-1 kezdetben volt az ige. Jelenések 19-13, amikor jön vissza, János látja, hogy vissza jön Jézus, és azt mondja, véres ruhába, vérrel hintett ruhába volt öltöztetve, és a neve Isten igéjének neveztetik. Tehát a neve, mi a neve? Isten igéje. Csodálkozol, hogy ezek után a Márk, azt, amiről beszéltem, ugye a Márk 16-ban, ezek után csodálkozol, hogy ő együtt működik az igével, hiszen ő maga az ige. Érted? Hát Isten igéjének neveztetik. Ő maga az ige, és ezért együtt is munkálkodik, és megerősíti az igét. Jó. Következő elnevezés, nem tudom már hányadik, hatodik? Isten szentje. Ugye, ezt például a démonok sokszor így szerették hívni Jézust. Márk 1.24-ben, és mondta, ó, mi dolgunk van nekünk veled, názáreti Jézus, azért jöttél le, hogy elveszíts minket? Tudom, ki vagy te, az Isten szentje. Tehát a názáreti Jézus az Isten szentje. Ez is egy ilyen elnevezése Jézusnak. Ilyen azért nincs más ilyen elnevezés, hogy Isten szentje. Például ugye az Ószövetségben rendszeresen Istenre használták ezt a kifejezést, hogy Izrael szentje például Istenre. Vagy az egész, igen, az egész föld Istenének hivattatik. Tehát Ézsaiás 54.5. Ugye megváltod Izraelnek szentje, az egész föld Istenének hivattatik. Például Izrael szentje az Isten, mert Istennek hivattatik az Izrael szentje. És akkor azt mondják a démonok, tudom, ki vagy te, Istennek a szentje vagy. Tehát a kategóriában, tehát itt egy olyan szent kifejezés van, hogy nem megszent, tehát nem Isten szenteli meg az Isten szentjét, hanem ő maga ugyanolyan szent, mint Isten. Éppen ezért ugye innen is lehet tudni, hogy három személy rendelkezik ezzel a szentséggel. Ez maga Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Szellem. És ezért van az, hogy mindig, amikor kiáltják, hogy szent, szent, szent az Úr. Mert hárman vannak, de mégis egy Isten. És ezt tudják a szeráfok. És nem azt mondták, szent az Úr, és kész, ennyi, hanem szent, tehát az ő trónjánál, az ő dicsőségénél, szent, szent, szent az Úr. Oké, következő elnevezés, Isten fia. Ugye a magyar szóhasználat
illetve kifejezés nem utal istenségre, de viszont a zsidó értelmezésben nagyon is azt jelentette, ha valaki Isten fiának neveztek, az maga, ugye az a messiási cím volt, és a messiásnak az istenségét hangsúlyozta ez az elnevezés. Ugye második Zsoltárban, amikor az Abcsel 13.33-ba hivatkoznak, ugye mondja, hogy mint a második Zsoltárban is megvan írva, ugye, én fiam vagy te. Tehát Isten mondja azt, hogy én fiam vagy, tehát Isten fia. Aki maga Isten. Lukács 3.22. Leszáll ő rá a Szent Szellem testi ábrázatban, ugye szózat lett a mennyből, ezt mondta, ez az én szerelmes fiam. Tehát Isten is fiának nevezte Jézust. És emberek is fiának nevezték, ugye a Máté 16.16, Simon pedig felelvé mondta, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Tehát ő, és ezért mondta Jézus, hogy ezt nem test és vér jelentette ki. Tehát Péter egy beleérzés, nem csak beleérzés, hanem meggyőződve mondta ki a szívével azt, hogy Jézus, te nem egy sima próféta vagy egy különleges próféta. Te nem egy közönséges ember vagy, akit Isten használ, hanem te vagy az Isten emberi testben. És mi húsvért látunk, vagy érted, tehát hús alakot, vagy testi alakban látunk, és van húsod, van véred, mert ezt látták a tanítványok, amikor kijött Jézusnak a sebeiből a vér, vagy folyt a vér a sebeiből. De gondold el, hogy az egy ember, tehát emberi testben, alakban kellett volna borotválkoznia, hogyha olyan kultúrában élt volna Jézus, vagy egy adott testtömeggel rendelkezett, alakkal rendelkezett Jézus. És az Isten volt ott. Elképesztő. És ez a nagy, tehát, hogy mondjam, tehát ehhez kell a kijelentést. Tehát ehhez kell kijelentés. Hogy tehát nyilván, ha mi éltünk volna ott, mi nem gondoltunk volna Jézusra úgy, hogy Isten, ha nem kaptunk volna kijelentést a Szent Szellemtől. Tehát mi most könnyen mondjuk az állott a tanítványok, de még a tanítványok is egy csomóan elhagyták Jézust. Mert nem gondolták, hogy ő Isten. Azt hitték, hogy rabbi, egy nagyon jó rabbi. De igazából nem gondolták, hogy Isten. Ez először Péter. Tehát így emberek között, a tanítványok közül Péternek esett le, hogy hoppá, de erre mondta Jézus, ez nem te találtad ezt ki, hanem ezt Isten, az én atyám jelentette ki neked a Szent Szellem által, hogy ő Isten. Különben nem lehetne ezt tudni. És ugye mi emberek, tehát nem abba kell nekünk, hogy mondjam, tehát nekünk nem abban van a bölcsesség, hogy mi visszamenőleg hitelesítjük, hogy igen, a Wigglesworth az Isten embere. Értitek? Tehát nekünk a bölcsesség ahhoz kell, hogy az aktuális Isten, tehát aki ott van a mi életidőnkbe, aki ott van a mi életünkbe, azt felismerjük-e. Mert az is olyan, hogy emberi ábrázattal fog oda menni hozzád. És nem gondolod az értelmi képességeiddel. Nagyon érdekes az is, hogy ugye István vértanú, ugye azt mondja a zsidóknak, a Sanhedrinnek ráadásul, hogy kemény nyakú és körülmetéletlen szívű emberek, kik mindenkor a Szent Szellem ellen tehát mennek neki. És milyen érdekes az, hogy ezek az emberek írástudók voltak, tehát tanulmányozták az írásokat, olvasták a Bibliát, azt tanulmányozták. És hogy lehet az, hogy az ige tanulmány, tehát az ige olvasásból és az ige tanulmányozásból nem, tehát
Tehát mégis kemény nyakú emberek tudtak lenni, akik ráadásul mindig a Szent Szellem ellen mennek. Tehát az nem védi meg az embert, hogy olvasom az igét. Az nem védi meg az embert, hogy tanulmányozom az igét. És teológiailag, fú, milyen okos vagyok az igéből. Attól még tud a Szent Szellem ellen harcolni az az ember. Nem érdekes? Mert ahhoz bölcsesség kell, ahhoz kijelentés kell, hogy az ember ne, tehát mert lehet igei tudása az embernek, és mégis ellenne tud állni a Szent Szellemnek. És azt mondja, mindenkor, tehát minden generációban ez megvolt. És utána végül visszafele, viszont építgették a proféták sírjait, és szépítgették. És erre mondta Jézus azt, hogy hát ezzel tesznek bizonságot, hogy ti magatok is részesei vagytok az ő megölésüknek. Mert ezzel egyet értetek, hogy az atyáitok megölték őket. Tehát visszamenőleg könnyű azt mondani, hogy ez az ember persze könnyű, tényleg könnyű. Tehát vissza, amikor már egy életművet meglátsz. De hát te is véges ember vagy, már mint itt a Földön, tehát egy véges életidővel rendelkezünk. Nem mondhatjuk azt, még várunk 50 évet, és majd kiderül, hogy Isten embere vagy nem. Aztán majd utána, majd követjük. De hát utána mit akarsz? Érted? Tehát 100 évesen nem biztos, hogy tudod úgy követni azt az embert. Tehát ezért egy belső meggyőződés jön létre az emberbe, tehát ezért kell a Szent Szellemre figyelni, hogy egy meggyőződés jöjjön, követtem azt az embert, vagy nem követtem azt az embert. És én azt bírom a legjobban, hogy a Szent Szellem mindig, amikor Isten ad elénk embereket, tehát hogy akiket kövessünk, vagy akit kövessünk, az mindig egy belső szabadságból adja. Tehát nem az az ember győzköd téged, kövess. Ha nem követsz, jaj neked. Akkor lázadsz. Meg nem tudom, miket mondanak az emberek. Hanem én azt vettem észre, hogy a kettő között az a különbség, tehát két embertípus között, hogy akit Isten használ, meg akit nem, de mégis mondjuk pozícióban van, hogy az egyik ráderölteti magát, hogy igenis, ha nem követed, akkor lázadsz, vagy ehhez hasonló, vagy egyéb manipulálási technikát használ. Míg a másik ember az meg rád bízza a lelkiismeretedre. És az a jó, hogy a lelkiismeretre viszont szabadságból jelenik meg. Nem azért követek valakit, mert kötelező, és rám kényszeríti, hogy kövessem, hanem azért követem, mert belül, bent szabad akaratom van a lelkiismeretemben, és én akarom őt követni. Értitek? Ez mindig így működik. Tehát nem egy külső kényszer, hanem egy belső szabadság az. És ugye a legutolsó pedig elnevezése Jézusnak igazság. Ugye ezt magáról mondja Jézus a János 14.6-ban. Azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. És senki sem mehet az atyához, hanem csak én általam. Tehát ő maga az igazság. Azért ez brutális ilyet kijelenteni az embernek magáról. Vagy Jézus, hát... Ugye, de tudjuk, hogy ez nem igaz, az, hogy de most emberileg nézve, természetes nézőpontból, vagy elment az esze, hogy ilyet mond. Te mondanál ilyet az embertársaid előtt, hogy én vagyok az igazság. Fú, hát hívják a mentőket, és akkor, érted? Tehát ilyet nem mernek kimondani. Tehát senki, tehát vallás alapítók sem mernek. Ugye Buddha is azt mondta, hogy én az igazságot követem. De az soha nem mondta, hogy ő az igazság. Ezt egyetlen, semmi vallás alapító nem mondott ilyet. De mondjuk Jézus se, nem, én nem úgy akarom azt, hogy ugye a társadalom úgy mondja, a világi társadalom, hogy ő vallás alapító. De ő nem azért jött, hogy vallást alapítson.
ő hitet hozott le a földre. De ugye lett egy ilyen, hogy vallás, és ugye így mondjuk, de ebből a szempontból mondom, hogy egyetlen vallás alapító nem merte azt mondani, hogy én vagyok az igazság. Mondom, még Buddha is a halálos ágyán még azt mondta, hogy még mindig az igazságot keresem. Mohamed ilyet nem mondott. Jézus azt mondta, én vagyok az igazság. Ha őrült ez az ember, akkor megnézzük, hogy tényleg a cselekedetei és a tanításai egy őrült embernek a cselekedetei és tanításai? És azt látjuk, nem. De mégis ezt mondta. Akkor hazudott? De hát miért hazudna? Az életét adta azért. Ugye, mert Pilátus is kérdezte tőle, mi az igazság? Ha viszont nem hazudott, ha nem volt őrült, és nem tudatosan hazudott, mert hogyha valaki hazudik, az tudja, hogy hazudik. Nem? Na de várjál, hogyha hazudott, akkor Isten nem lett volna így mellette. Nem támasztotta volna föl a halálból. Mert miért támasztotta volna föl? De ha ez az igazság, hogy Jézus az igazság, akkor viszont tartozunk neki. Mert egyikünk se akar úgy élni, hogy nem az igazság szerint jár, nem? Hanem mindannyiunkban van bennünk valami, minden emberben van olyan, hogy az igazság mellett akar állni az ember. Nem? Mind ösztönösen, ez egymástól függet, nem én teszem beléd, vagy valaki más, hanem ez mindenkiben benne van, hogy az igazságot akar szolgálni az ember, és az igazság mellett akar lenni. És Jézus az igazság, ő győzött, az igazság győzött. És Isten az igazságot emeli föl, nem a hazugságot. És akkor most jönne Jézus isteni jellemzőiről, most kéne beszélni. De hogyha nem tudom, érdekelt titeket, akkor most el tudom még mondani, ha már kényelmesen ültök. Vagy kezdjem el, aztán majd folytatjuk a következő héten. Mit akartok? Elkezdjem? Na, isteni jellemzőkről egy párat nézzünk meg. Ugye a Krisztus istenségével kapcsolatban a bizonyítékok az is, hogy Isten minden jellemzőjével bír. Nézzük meg, mik ezek a jellemzők. Tehát ez egy új kategória. Tehát Jézus azért Isten, mert Isten jellemzőivel bír. Mi az első ilyen? Örökké való létezés. Ugye ilyet csak Isten tud. Mikeás 5:2. De te Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között, belőled származik nekem, aki uralkodó az Izraelen, figyelj most mit mond, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Tehát az elejétől fogva, ugye ez a kezdetek óta, de mit mond? Mit ért rajta? Azt mondja, hogy öröktől fogva van. Tehát a kezdetek az, ami a föld és az ég teremtése, és még elé megy azzal, még ezzelé, tehát az emberi dolgok elé még belerakja az, hogy öröktől fogva van. Tehát ez az első jellemző, az örökkévalóság. Nem csupán azt jelenti, hogy örökké létezni fog a jövőben, ami a szentekre és az angyalokra is igaz, hanem azt is jelenti, hogy örökké létezett a múltban is Jézus. Tehát mi mindig fogunk létezni a jövőben, de nem mindig léteztünk örökké a múltban. Nekünk van kezdetünk, Jézusnak nem volt. Neki az örökké valóság a kezdet.
Vagyis nincs kezdet, mert az örökké valóságban már volt. És ott már nem érdemes beszélni kezdetről. Ugye a János 1.3, ugye, hogy Isten volt az ige, tehát János 1.1, és ugye ettől 3-ig, ugye ennek az a lényege, hogy amióta Isten létezik, azóta az ige is létezik, mivel hogy Isten az ige. És mivel Isten örökké létezik, ezért a fiú is örökké létezik. Jó? Még van egyébként, ami még az örökké valóságról szól, csak nem akarok ebbe belemenni. Következő, ugye önmagában való létezés. Az élete önmagában van, tehát a léte nem függ semmilyen más alanytól, lénytől, a mi létünk függ Istentől, de a fiú önmagában létezik. Ugye erről nagyon sokat beszéltünk, János 5.26, nem is fogom ezt kiemelni még. Következő, a harmadik, az Istenség teljessége. Ugye ez a Kolossé 2.9, mert ő benne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg. Ilyet senki nem tud elmondani, hogy testileg benne lakozna az Istenségnek az egész teljessége. Tehát minden, ami Istenre nézve kötelező, és minden, ami az Atya és a Szellem, isteni mi voltát bizonyítja, igaz a fiúra is, ezért ő is Isten. A negyedik, ő maga az élet. Tehát nem van élete, hanem ő maga az élet. Ez is a negyedik isteni jellemzője a Jézusnak. Ugye az János 1.4 azt mondja, hogy ő benne van az élet, és az élet az emberek világossága. Tehát ez az élet nem a teremtett élet volt, nem a természeti úton jött létre ez az élet, neki önmagában van benne az élete. És ugye ezért mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, a János 14.6-ban. Oké, az ötödik ilyen, az ötödik jellemző a teljhatalmú Jézus. Tehát teljhatalommal bír. Ez azt jelenti, hogy övé a teljes irányítás. Ezt jelenti a teljhatalom. Minden az övé. Ezért higgyél, Jézus teljhat. Akármibe kerülsz benne, neki teljhatalma van. Ez azt jelenti, hogy mindenre irányítással bír. És ne omolj össze, amikor történik valami, hanem tudja, teljhatalmú Jézus. Ezen a helyzeten is. Ő irányítja ezt a helyzetet is. Lehet, hogy mi nem értjük, hogy miért irányítja úgy, de ő irányítja azt a helyzetet, mert teljhatalommal bír. Máté 5.27-28. Ha megnézzük. Hallottátok, hogy megmondatott a régi, ez biztos, ne paráználkodjál, igen. Én pedig azt mondom nektek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánság okáért, immár paráználkodott az ő szívében. Tehát itt azt mondja az ige, hogy tekintélye van neki, ugye arra, hogy vissza, tehát az eredeti, tehát ő azt mondja, hogy már az paráználkodott azzal az ő szívében, aki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért. Tehát az eredeti parancsolatot igazából ő azt mondja, hogy nem a, tehát a testileg ott kezdődik, hogy ne paráználkodjál, ugye ez a testi módon. Meg lehet tudni, hogy ki tört házasságot, ki nem, ugye testi módon. De azt mondja, hogy viszont ő tudja, vagy hogy mondjam, tehát ő tudja, hogy ez az egész, ami testi módon végződik, elkezdődik valahogyan, és az viszont a szívben kezdődik el. És azt mondja, hogy maga az is paráználkodik, akinek a szívében ez van. Na most old meg, hogy ne legyen ez a szívedbe. Azt hogy tudod megoldani? Új szív kell.
Mert kinek van hatalma a szívében, fölött? Ugye Jézus többször elmondta, hogy jönnek ki különböző dolgok az ember szívéből. Az ember a jó és a rossz kincseiből, ugye olvasunk ilyet, hogy a jó és a rossz kincseiből hoz elő. De várjál, de hogyha én tudok dönteni, akkor nem akarom a rosszat kihozni a szívemből, de mégis kijön a szívemből. Hogyan? A szív teljességéből szól a száj. Tehát a szájon keresztül kijön az, ami az embernek a szívébe van. És ugye ezért fontos azt megérteni, hogy nekünk szív cserére van szükség, vagy volt szükség, vagy hogy megtisztítsa Isten a szívünket. De úgy kezdte el, ugye, hogy szívcsere történt, de utána tisztítja, az ige által tisztítja az embernek a szívét. Miért? Na az ige, ezt úgy képzeld el, hogy a szív az egy szántóföld. A szív az egy földterület, amiben magot vetnek. A szívbe csak az van, amit belevetettek. A szívből csak az tud kijönni, amit előtte már vetettek be a szívbe, és felnőtt, és gyümölcsei, tehát termése tud kijönni. És ugye ezért beszél Jézus ugye a magvető példázatáról is. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy az emberi szív nem olyan kiismerhetetlen, ha tudod, hogy működik a vetés és az aratás törvénye. Ha nem engeded meg, hogy vetések jöjjenek létre, tehát olyan vetések, ami később rossz aratásba torkollik, akkor már az elején kell, mert a szívet utána nem tudod irányítani, mint egy földet se. Ha be van vetve bizonyos magokkal, ha gyomokkal van betelepítve, akkor gyomokat fog teremni. Ha nem szeretném, hogy gyomok legyenek, akkor művelnem kell a földet. Az ige az, ami megtisztítja. Az ige az, ami magot víz bele. És ezért nekünk nézni kell, hogy mit vetünk, mit engedünk meg másoknak, mi hatunk egymásra is. És mit engedünk meg az ember társainak, hogy mit vessenek a szívünkbe. Egy kommunikáció, kapcsolatok. Ez mindig amikor kapcsolatban állunk embertársainkkal, akkor gyakorlatilag mindenki szellemi, tehát maga az ember, azt kell látnunk, hogy szellemi lények vagyunk, elsődlegesen, akik testben lakunk. És van lelkünk. Ezek vagyunk mi, emberek. Tehát amikor két ember találkozik és beszélget, akkor gyakorlatilag két szellemi lény, aki testben lakik és van lelke, az találkozik és beszélget. Akkor várjál, akkor ez azt jelenti, hogy szellemi hatással vannak egymásra. Mert szellemi lényekről beszélünk. Tehát van egy hatás az emberek között. Na, és ezeket a hatásokat dolgozza be a szív. És utána a szívből az jön ki. Tehát egy megfelelő idő múlva a szívből az jön ki, ami bement oda. Kicsit hasonlít a fizikai szívnek a működéséhez is, hogy ugye pumpálja, tehát bemegy, löki és löki ki a valamilyen életet, mert szívből származik minden élet, és löki ki, ahogy a fizikai szív a testünknek minden szervéhez löki oda, és pumpálja oda a vért, ugyanígy a szellemi szívünk is. Bemennek szellemi dolgok, és löki ki, és pumpálja ki a különböző dolgokat, jó, nem vagyok orvos, tehát nem azért mondom így, de hát jön ki belőle az, ami be lett táplálva. Ez nagyon egyszerűen működik. És a szavakat, azt meg lássátok úgy, hogy azok magok. Az igazából mag a szó. Bármilyen szó, minden szó, akár jó, akár rossz, az mag. És azutána előbb-utóbb ki fog nőni, a gondolkozásodra hatni fog, érzéseidre hatni fog, mindenre hatni fog, az egész életedre, utána a sorsodra is hatni fog.
Mert a gondolkozásod és az érzelmek döntéseket fognak hozni. És a döntésekkel viszont már sorsot alakítasz. Cselekedeteket hozol. Cselekedeteket teszel meg döntések által. A cselekedetekkel már sorsot alakítasz. Nézd meg, hogy hogy jön. Hogy először a láthatatlanba, a szívbe, a szembenek a szellemi szívébe mi végződik el, előbb-utóbb azt meghozza, azt tudatosítja a lelke, előbb-utóbb valahogy gondolatok formában, érzületek formájában, ilyen dolgokkal valahogy megjelenik és tudatosul, az ember tudatában megjelenik az, ami ott van a szívébe, és az, ami megjelenik a tudatában és feldolgozza, az tehát egy döntéssel reagál. És a döntéssel cselekedet lesz. A cselekedettel meg, tehát minden cselekedet igazából egy sors formáló, tehát sorsot formáló, hogy mondjam, tehát cselekedet, vagy tehát amivel hatsz a sorsodra. Tehát ezért igazából nem csak a száj megvallása, tehát ugye ott kezdődik, amikor a szívből kijön, és a hitünket megvalljuk, így indítjuk el, de igazából előbb-utóbb cselekedetekbe fog torkolni, amiben hiszünk. És az, hogy az jó vagy nem, az igazából egy életpálya dönti el utána. És ezért jó sokszor, és erre mondtam azt nektek, hogy a bölcsesség abban van, hogy én már az elején látom az élet, a kifutást látom az elején. A bolondság meg abban van benne, a bölcstelenség, hogy a pillanatnak az érzése, a pillanatnak a döntése szerint cselekszek. A bölcsesség meg abban van benne, hogy látok egy pályát, és a döntéseimet az, és a cselekedeteimet az motiválja, vagy azt cselekszek, amiben ezt a pályát látom. Nem tudom, hogy értitek-e. Ezért kell, hogy a gyerekek is, tehát amikor nőnek felfele, akkor tehát azt lássák, tehát tehát a bölcsességgel, mert ugye ez itt arra van szó, hogy nem tapasztaljuk azokat a dolgokat, amiket megtapasztalhatnánk, ha rossz döntéseket hozunk. De egy előre érez, tehát van egy belső késztetés vagy érzés, és én sokszor azt látom, hogy Isten mindig a nehezebb utat válassza. Tehát minél amikor két út között kell választani, és az egyik nagyon nehéz, a másik meg könnyű, akkor mindig a nehezebb van az Úrtól. Ezt nem tudom, hogy miért így csinálta az Úr, de valahogy így működik. Valahogy soha nem a könnyebb utat hozza létre. Ezt nem tudom, hogy miért így van. Na jó, következő, Máté 28:18. Hozzájuk ment Jézus, mondta nekik, nekem adatot minden hatalom a mennyen és a földön. Teljhatalommal kérdezem tőled, teljhatalommal rendelkezik a földön? Igen. Teljhatalommal rendelkezik a mennyen? Igen. De akkor hogy ezt így nem látjuk? Nagyon egyszerű. Pont ma beszélt Sándor pásztor arról, hogy ugye a zsidókhoz írt levél alapján azt mondja az ige, hogy a jövendő, tehát azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy a jövendő világot nem angyaloknak vetette alá Isten. Magyarán mit jelent ez? Hogy a jelen való világot angyaloknak vetette alá. Tehát mert azt mondta, hogy a jövendő, tehát az elkövetkező világot nem angyaloknak vetette alá. Tehát ez azt jelenti, hogy a mostani világ az nem Isten alá van rendelve, hanem angyalok alá van rendelve. És ugye ebbe beletartozik az ördög, tehát, és különböző más szellemi lények is. És utána nagyon érdekeset mond az ige, hogy ugye amikor viszont megtértünk, akkor minket, tehát fizikailag bennhagyott ebben a világba, de minket, a személyiségünket, a szellemünket
kivett az angyalok hatalma alól, és erre mondja azt a Kolossi levél, hogy a sötétség országából átvitt bennünket tehát az ő szerelmes fiának az országába. Tehát ez azt jelenti, hogy a megváltás most még, így fizikailag, tehát ez a hatalom úgy mutatkozik meg, mert több lépcsőben valósul meg. Tehát ez már megvan, de több lépcsőben fog megmutatkozni. De ha mi nagyon hiszünk, vagyis hogy mondjam, tehát a Szent Szellemnek a karizmája működik rajtunk keresztül, akkor még földi helyzetekben is meg tud mutatkozni Krisztusnak ez a tej hatalma. De alapból ugye azon, hogy minket kivett, nem a világból vett ki, hanem a sátánnak a hatalmából vett ki. De bent tartott bennünket a világban, ami viszont a sátánnak a hatalma alatt áll. Na ezért mondtam nektek, hogy mindig a nehezebb, mert az ördög megnehezíti a dolgodat. Mert a világ, és emberek is, az ő bizonyos emberek is, vagy akik nincsenek megtérve, de néha azok is, akik meg vannak térve, tehát van, aki a hatalom alatt áll, van, akit meg befolyásolni tud, és de viszont az a lényeg, hogyha te viszont az Úrral jársz, akkor ez a hatalom nem fog tudni érvényesülni az életedben. Mert az ő hatalma viszont megvéd ettől. És ugye azért is lényeges ez, mert egy másik ige meg azt mondja, hogy Krisztusnak lettek alárendelve az angyalok. Minden angyal Krisztus, aki az angyaloknak, aki feje az angyaloknak, fejedelemségeknek, hatalmaságnak. És mond egy ilyet, hogy az angyaloknak a feje Jézus. Most nem tudom, azt hiszem Kolossé levélben van ez. Ez is a Kolossé 2-ben. Tehát annak utána kéne nézni, most nem nézek utána, de egyértelművé tesz, hogy az angyaloknak, hogy amikor feltámad Jézus, akkor feje az angyaloknak is. Tehát az azt jelenti, hogyha te tényleg kitartasz, és tényleg hiszel, és tényleg az Úr mondott neked dolgokat, és kitartasz abban, akkor ezek, amelyek most még erőre nézve nagyobbak, mint mi, ezek a lények, alárendelődnek, vagyis hogy engednek a te hitednek, amelyen keresztül Jézus a hatalmát érvényesíti rajtuk. Na, mit szóltok hozzá? Tehát így meg tud nyilvánulni ez a tejhatalom, és utána még van egy ilyen a János 17.2-ben, amiként te hatalmat adtál neki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, amit neki adtál. Tehát Jézusnak az Atya hatalmat adott minden testen. Földiekén és mennyei testek is vannak, és minden test. Tehát nem azt mondta, hogy csak földi test, hanem minden testen hatalmat adott Isten. És mit mond? Azt mondja, hogy van hatalma, hogy örök életet adjon mindennek, amit neki adtál. Egyébként, majd fogok mondani, majd a Szent Szellemnél, hogy mit jelent az, hogy elpecsételés, csak egy pillanatra, ugye a Szent Szellemmel kapcsolatban, hogy csak egy ilyen kitérőt, egy rövid kitérőt, csak annyit, hogy ugye az elpecsételést a Szent Szellem maga a pecsét, és van, hogy ő végzi, de igazából az elpecsételésre azért van szükség, mert azokat a dolgokat, tehát amit Isten lepecsétel, az senki más nem tudja kinyitni. És amikor minket Isten az ő szellemével megpecsételt, akkor ez azt jelenti, hogy ezt a pecsétet az ördög sem tudja kinyitni. Senki nem tudja kinyitni. Amit egy király az Ószövetség, amit meg fogunk nézni, hogy megpecsétel, azt nem lehetett kinyitni. És ez egyébként közelebb van az örök biztonság tanához. Tehát ez az elpecsételés munkája. De ugye ezért Isten félelemmel is kezeljük ezt a témát,
Ez nem azt jelenti, hogy ha el vagyok pecsételve, mindent megcsináltok, mert úgyis el vagyok pecsételve. De Isten fel tudja törni a pecsétet. De nem akarja, de fel tudja, hogy a Jelenések könyve alapján is, hogy a pecséteket csak a bárány tudta fölnyitni. Ez is érdekes. De egyébként ez a Szent Szellem munkájával kapcsolatban, hogy mi el vagyunk pecsételve. Isten elpecsételt. Azért, mert hittünk Jézusnak, ezért Isten Jézusban, ezért Isten elpecsételt bennünket. És a pecsétje rajtunk van. És hit által tudjuk elfogadni és birtokolni ezt az igazságot. Mondd el, le vagy pecsételve a Szent Szellemmel. Ez a záloga, hogy Isten a Szellemnek a zálogát adta neked. Ott van benned a Szent Szellem. Nyelveken szólsz. Indít. Tehát nem megszomorodott állapotban van ott benned, hanem indít. Tudsz figyelni rá. Tehát ez ad kijelentést. Onnan is lehet tudni, hogy mondjuk beszél az ember, és mert az, leesett a tantusz. Na, ha ilyenek van, akkor tudd meg, hogy a pecsét működik az életedben, mert megért, tehát érted, hogy szellemi kijelentéseket kapsz, érted azt, leesik, tehát az azt jelenti, hogy működik. Működik a Szellemnek a kijelentése. Az azt jelenti, hogy a pecsét működik, érted, az életedben. Az azt jelenti, hogy örök életed van. Most! Nem majd, amikor Jézus visszajön, meg ki tudja a feltámadás után, hogy lesz-e örök élet, vagy nem lesz, vagy hogy lesz. Nem. Most üdv bizonyosságod van. És tudod, hogyha most el kellene költözni erről a földről, ami ne kelljen, mert ugye éljük végig le az életünket, és tegyük meg Istennek az akaratát, de most üdvösségünk van ebbe a pillanatba. És tudjuk, hogyha megállunk Isten előtt, akkor nem el fog küldeni a pokolba, vagy a kározatra bennünket. Ez jelenti az üdvbizonyosság. És kérdezem tőled, van üdvbizonyosságod? De ne azért mondjad, mert most, érted, mindenki nézed a szemed sarkában, hogy kinézhet, vagy bologatok és látják, vagy nem. De ennek kell lenni, ez adja az örömöt, emberek. Az üdvbizonyosságnak az öröme, hogy örök életem van, és senki nem tud engem kivenni az atyának a kezéből. És az atya engemet Jézusnak adott. És Jézus meg megőriz engemet az atya számára. Hogy amikor eljön az idő, akkor tehát a minden mindenbe Isten lesz. És ez az üdvbizonyosságnak az öröme, hogy örök életet kaptam. Megbocsájtotta az Úr, minden bűnömet megbocsájtotta, és örök életem van. Most van örök életem. Nem jó tudni ezt? Nem öröm tudni ezt? Hát mi bajod van akkor? Örök életed van, ember. A fő lényege, az élet, lehet, hogy még, érted, érhetnek, nem tragédiák, ne is érjenek, balesetek, semmi, de drámák lehetnek az ember életében. De a fő dráma megoldódott. Értitek? Tehát a lényege az egész emberi életnek ami miatt tétje van az emberi életnek, ami miatt, nem jut eszembe, na mindegy. Tehát ami miatt az ember izgul, érted, hogy mi lehet, az nem itt a földi dolgok, hogy a rezsit ki tudod-e fizetni, meg ilyenek. Nem, hanem az, hogy mi lesz a halálom után velem? Mi lesz a halálod után veled? Ez megoldódott egyszer is mindenkorra. Gondold el, ez megoldódott. És ezért mondja Pál, hogy ezt fogjuk énekelni, hogy halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalmad? Elnyeletik a halál és a pokol is. Mert megoldódott az életünknek a fő probléma. Mi az életünk probléma? A bűneink. A halál a fő probléma. A bűneink a fő probléma. De Jézus megbocsájtotta a bűneinket.
És Jézus örök életet adott, és azt mondta, aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, abban az élet sincs meg. Tehát mit jelent ez? Bennem van a fiú, befogadtam a fiút, örök életem van, üdvbizonyosságom van, üdvösségem van, szabadulásom van. És ez az, ami örömöt ad. Bármilyen helyzetbe kerülök, az elsődleges örömöm az nem az, hogy mit éppen miért most engem, hanem ami csak ért, az már nem ér, azok a dolgok, a nagysága nem ér fel ehhez, hogy most örök életem van, vagy nem. És örök életünk van. Nagyon jó, nem? Ez a legjobb az egészben.